Tány vagyok, vagyok, asszony nélkül vagyok. Tány, mert az asszony engemet te hagyod. Elhagyott a csávó, ér a célba, most fiá, ér a célba, most felkezdve hajáért. Elhagyott a csávó, ér a célba, most fiá, ér a célba, most felkezdve hajáért. Tány, szóve, szóve, bironják a csorra. Tány, nyugja számot, várok, aki a számom. Nyugja számpál a rádom, tudom, leszállok a nap, elveszek ki a karulámon. Laura, ha erőltetek képeket, akkor nem lesznek jó. De nem erőltetek, az jó. Hetedik alkalommal került megrendezésre a Libabőr néptánc, népzene és kézműves tábor. Immár ötödik alkalommal ad helyet szerény csapatunknak a Boldogkővárajai Téka tábor. A táncolni és zenélni vágyók három csoportban szívhatták magukba a magyar néptánc és népzene kincsét. Szilágysági, gömöri és jobbágytelki táncoktatás folyt, a zenészek pedig hegedülni, furuljázni és szakszofonozni is tanulhattak. Kézműves foglalkozás során a legnépszerűbb a pólófestés volt, amelyek le sem szakadtak rólunk. Természetesen énekoktatás is volt, habár a hétközepére kicsit regettesre sikerült ordítani a hangunkat. Két kiváló zenekar húzta a talpalávalót, a Parapács és Kósa Péter és zenekara, no meg persze a kutyái. Kicsik és nagyok számára is élvezetes a családias táborunk, bár néha a hajnalig tartó óbékadástól nem lehet olyan édes az állam. Csavar fel a szőnyeget! Nekünk csikuskásoknak, azaz vadmalackáknak, aztán érdemes főzni, mivel minden alkalommal nagy örömmel ültünk le az asztalhoz, és maradék nélkül, sajnos nem ettük, hanem turtuk be a szükséges tápanyagot. No de, nem szószátyárkodok tovább, mivel a videók sokkal jobban átadják ezt a huncut, zsivány, baráti, bulizós, csapatépítős, esős, kutyás, babás, játékos, táncolós, éneklős, szerethető tábort. Six, seven, eight. Step, bam, step, bam, bam.